szemed, és jó az alakod. Elfog egy kis furcsa lázba, arra gondolok, miért vagy te másik? Ez az archív felvétel a 60-as években készült, nem sokkal azután, hogy Solymos Tóni szexárdi katona volt, és megalakította a Tóni zenekart, és ért el vele sikereket szerte Tolna megyében. A szexárdi nyugdíjasok ifjúkorukat élték abban az időben, és sokan jártak a népszerű katonazenekar táncestjeire. Solymos Tóni 50 év után találkozott egykori együttesének tagjaival. Nekünk előről kellett kezdeni, és egy műsor kellett, igaz? Egy repertoárt kellett csinálnom. Tehát előről a nulláról elindulni a Józsinak, és akkor én voltam a főnök, megmondtam, hogy mit fogunk csinálni. A nótákat szétírtuk meg, gyakoroltuk minden, szilveszterkor állt a buli, és gyerekek, olyan zenekart csináltunk, hogy két éven keresztül itt a környéken és mindenhol, minden buli, amilyen volt, a gimnáziumban, a Szallagavatóbál, a Ballagóbál, Bonyhádon, Bátaszéken, amerre jártunk, mint Tolnán, mindenhol, minden mi játszottunk, az oroszlottanyában mi játszottunk, mint tudom én, az Úristen nem tudja, hova el nem utaztunk, Kunhegyesre, meg nem tudom, hova vittek minket. Nem volt egy kis mutatvány, de megcsináltuk, fantasztikus, jó dolog volt. Ilyen zenésztársakra találtam, akivel két évig tulajdonképpen bearanyoztuk egymás életét, fantasztikus volt. Ilyen szép két év, az én kívánom, hogy mindenkinek legyen az életébe. Ez itt, ebben benne van a csapatjáték, a fejlődés, a szeretet, a barátság, és ez a barátság, ez az, ami örök életre megmaradt, ezt nem lehet kitörölni. Így szól a Beatles Oh My Loving című száma 50 év távlatából. Aztán jöttek az Express évek, és bár nem tartoztak a sztárzenekarok közé, náluk mindenki jól érezte magát. Évtizedeken át voltak a táncdalfesztiválok kísérőzenekara és a Magyar Rádió hivatalos együttese is. Ez egy nagyon kultúrált, nagyon képzett és nagyon-nagyon jó zenekar volt, és tényleg meghatározói voltunk a szakmának, ugyanis hiába itt próbálták egy időben egy kicsit ilyen pejoratív módon degradálni a zenekart azzal, hogy kísérő zenekart is játszottunk. Ez onnan adódik, hogy minden művész Magyarországon oda volt, és borzalmasan szerette volna, ha őt az Express zenekar kíséri. És az Express zenekarral csináltatták a rádiófelvételeket, több mint 1200 felvétel van, amiken az összes régi hagyományos énekest, a Szécsi Palitól a Por Péterig, a Mátrai Zsuzsától a Korda Gyuriig, a Kós Janiig, mindenkit mi kísértünk, és mindenki követelte, hogy az Express zenekar. Senki sem ment meg téged, soha több, mint a tűz megéged. Bennem soha ne bíz, mert remében nem folyik víz. Én is könnyen állra kapom, és akkor jaj lesz nekem, attól kapom. Az Express aztán belekóstolt a színház világába is, hiszen éveken át kísérték Hofi Gézát. Bár a siker tudatlan volt, a zenekar gyakorlatilag belehalt a szépségbe. A Géza kapott egy profi kísérletet, mi meg elvesztettük az arcunkat. Tehát nekünk ez nem egy dicsőségmenet. A Gézának az volt, mert a Géza be tudta vinni a zenekart a Madách Színházba, mi fölültünk oda a kakasülőre, és az volt a dolgunk, a színpadi, szolisztikus szereplést sajnos föladtuk azért, hogy biztos legyen meg munkakönyves állás, meg fix fizetés, és bementünk a Géza mögé a színházba. Ezzel föladtuk az önálló zenekari arcunkat. Sajnos 85-ben, 86-ban így lett vége a zenekar szóló futásának, és aztán, amikor a Géza sajnos ugye elment, akkor a zenekar abba hagyta teljesen, és hát én meg elkezdtem egyedül dolgozni, tehát szóló karriert kezdtem építeni, és a mai napig is dolgozom. Solymos Tónit a korosztálya ma is nagyon szereti. A régi Express tágerek megdobogtatták a nyugdíjasok szívét, akik egy rövid időre újraélhették fiatalságuk néhány boldog pillanatát. Nem kell többet kis madár, nagy madár, sem jó madár, száj, madár.